Halió, sziasztok, Bamis Laci vagyok, és ez a heti vlog 20. része. Yeah. Most beszélgessünk egy kicsit arról, hogy miért is kezdtem el csinálni ezeket a dolgokat. Hisz igazából ezek nem egy rettenetesen fontos dolgok, meg mindenki le tudná élni anélkül az életét, hogy nézni azt, hogy én hogy szenvedek hétről hétre. Szóval, amikor elkezdődött az egész YouTube csatorna, amit egy valójában nem is magamnak, hanem nagyon jó barátomnak, Attilának köszönhetek. Sőt, nagyon jó kettő Attilának köszönhetek, az egyik oldalon és a másik oldalon is volt egy-egy. Akkor úgy gondoltam, hogy valami kis plusz kellene majd ebbe a csatornába, hogy ne csak az legyen, hogy itt vagyok, mint egy hülye gyerek, és megmondom a tutit mindenről, meg elmondom a véleményemet, meg elmondom, hogy mit, hogyan kéne szerintem csinálni, hanem egy kis pluszt is hozzá kéne adni, hogy látszódjon az, hogy tényleg egy ember vagyok, tényleg dolgozok, valamilyen szinten ezt csinálom napi szinten. Még ha a színházi munkámról nem is beszélhetek sajnos, de attól függetlenül, ugye, mint mondjuk úgy, hogy szabadúszóként, én fotósként és videósként dolgozok kis produkcióknak, dolgozok nagy produkcióknak, készítek filmeket, készítek reklámanyagokat, készítek csak simán random megrendelésre TikTok videókat, és egyéb ilyesmi, hogy tényleg látszódjon az, hogy én valamilyen szinten tényleg értek hozzá, és nem csak kiállok, hogy gyerekek, én vagyok a király, és most megmondom, hogy mi fog történni. Mert nyilván ez nem így van. És úgy gondoltam, hogy csináljunk heti vlogokat, mert az nagyon király lesz, és akkor minden kis hetemet összefoglalom. Csak nyilván ez azért volt, mielőtt még ilyen rohadt sok dolgom lett volna. Kicsit megbántam. Úgy voltam vele, hogy csináljunk heti vlogokat, meg csináljunk 52 részt, egy év, tök jó lesz, tök király lesz. Úgy gondoltam, hogy jó, utána akkor meg összevegyünk egy ilyen havi vlogokat, és akkor havi vlogok az tényleg tartalmasabbak lesznek, lehetnek egy kicsit hosszabbak, és akkor lesznek ilyen kis összefoglaló részek, igazából akkor csak 12 lesz egy évben. Viszont az nem volt betervezve, hogy egy dolgom lesz, és ennyire nem lesz idő sem csinálni. Most is például, amúgy kedv van. Tegnap hétfő volt, tegnap itthon dolgozgattam, meg volt egy kis side project, amit csináltam, és arról sajnos szintén nem be lehet beszélni. Viszont itt van hétfőkedd, szerdát a dolgozok, és hétfőkedden szakad az eső, és borzalmasan rossz idő van, és még ha nagyon akarnék, se tudnék mit csinálni. Sőt, ami a legrosszabb, ugye még kamerám sincs, jó, tegnap a Panasonicot visszahozta Pisti, tök szép, tök jó, de nem szeretek amúgy vele dolgozni, nyilván azért van egy zékemem, hogy zékemmel vegyem fel a videókat, úgyhogy ezt meg ma kapom vissza. Tényleg még egy fontos dolog, van egy YouTube csatorna, akiket én nagyon-nagyon-nagyon szeretek, és nagyon sokat szoktam nézni. Igen, a cinecom.net-es srácokat, ők Belgiumban vannak, szóval a cinecom.net-es srácokat kiraboltak. Elvitték a RED kamerájukat, elvitték a GH5, GH4, a Fuji filmet. Ők ugye Belgiumban vannak, és betörtek az irodájukba, és elvitték az összes kamerát, az összes objektívet, az összes akkumulátort, és az összes számítógépet. Konkrétan kitagadották a stúdiójukat. És nyilván ők egy filmprodukciós cég, úgyhogy nyilván nekik ez nagyon-nagyon nagy probléma. 95.000 eurónyi kamerát vittek el, ami sok pénz. Úgyhogy, hát értem nekik, hogy nekem van éredem, hogyha esetleg érdekel őket. Nyilván azért nagy különbség van, nekik egy Gemini-jük volt, nekem egy Mysterium X, nyilván ez egy nagy kamera, nem feltétlenül akarják az emberek hurcubálni, de értem nekik, hogyha van valami olyan dolog, és szükségük van rá, akkor, hát, itt van, vigyék, nyugodtan. És nem összesen odaadom nekik, amik nem oldódik meg az ő problémájuk. Valamit, amennyivel segítünk, hisz nekem ugye úgyse, hát most nem azt mondom, hogy útban van, de éppen nincs útban. Úgyhogy várom, hogy válaszoljanak majd rá valamit, át tudunk nekik segíteni. Néha amúgy elgondolkozok, hogy milyen rossz vlogger vagyok, annyira sokan néznek. Most éppen vasárnap 11 óra 26 perc van este. Beszéljünk arról, hogy mit csináltam a héten. Ugye voltam a egy visszorúnyban koncertet fotózni. Péntek este, ugye munka után 30-szor koncertet fotóztam. Előzenek arra volt a felső tízzel, nagyon-nagyon király volt, nagyon jó bulit tartottak. Kifejezetten elvesztem.
Aztán pedig ugye tegnap, szombaton, Manuel koncert volt, Manuel lemezmutató koncert. Hát tök jó voltam, nagyon sokan voltak, csak hát egy fiatalabb korosztálynak szólt ez a koncert. Talán én is vagyok öreg. De tök jó buli voltam, hogy talán tök király volt. Meg időközben még az Atomic Médiásokkal, Mosári Ádám, Kocsis Feri találkoztam, és belementem van borzalmas félségbe, amit majd későbbiekben látni fogtok. Itt is, meg az Atomic Médiának a csatornáján is. Majd később erről beszélünk még úgyis. És este pedig természetesen egy ilyen kis csapatépítő iszogatás volt még a Roncs bárba, ahol előttem a fényképezőgépemet, de inkább nem beszélünk az estéről. És ma pedig vasárnap, ugye délelőtt nagyon jó volt, aludtam. Utána pedig kimentem a civis airsoftos srácokhoz, mert Challenge Deep volt, és egy kicsit játszottunk. Nagy valakban ennyit csináltunk a héten, és a színenetesek visszaéltek és mondták, hogy nagyon-nagyon szépen köszönik a felanyálást, hogy felanyálhatom nekik a redet. Nagyon-nagyon király vagyok, de se akkumulátoruk, se optikájuk, se semmi nem lenne hozzá, úgyhogy valamilyen más milyen kameraszettet, komplettet kaptak kölcsönbe, de köszönjük szépen. Nézzük meg egy gyönyörű szép rövid zenés összefoglalót arról, hogy mit csináltam a héten, és utána hagyd megyek aludni, mert jövő héten rohadt sok munka lesz. És menjünk a Debrecen Drive-ra, ahol nagyon király lesz, és nagyon merő lesz, és nagyon zsír lesz. Úgyhogy a jövő heti tényleg királyú videó lesz, ez most ilyen... Elfelejtettem úgy, hogy... Jó szórakozást!